Köszönöm. Akkor tisztelt országgyűlés, tisztelt fideszes képviselők, csak mindenki őrizze meg a nyugalmát, az interpellációt elmondom, ne aggódjanak. Kérdeztem államtitkár urat, hogy megkapta-e az interpellációt, tartalmilag attól el nem térve, csak azt szeretném kérdezni, ami benne van. Ugye a szélenergiát betiltották Magyarországon, energiastratégiát tolba mondják önöknek Moszkvába. Az a kérdésem, hogy ön szerint nem komplett idiótaság, hogy megrosszatják az adót, vagy a napelemet? Kérem, hogy a napelemetről beszéljen, hogy ez a 0 forintos elosztási teljesítménydíj, ez önök szerint mégis miért jó ötlet? Erre várom tisztelettel válaszukat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, az interpellációra Aracki András államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszoljak képviselő rövid, de gyors kérdésének. Nevezetesen arról, hogy mi a helyzet ezzel az elosztói teljesítménydíjjal, ami a villamosenergia rendszer működtetését fizetett rendszerhasználati díjnak egyik eleme. Ezt a rendszerhasználati díjat a vonatkozó uniós keretszabályoknak megfelelően a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal állapítja meg rendeletben. A hivatal, ahogy ön is említette, jelenleg 0 forintban határozta meg ezt az elosztói teljesítménydíj mértékét. Bízom benne, hogy ez a tény alaposabban megmutatja azt, hogy ez egy olyan díj, amelynek mértékénél fogva, nullánál fogva alkalmatlan arra, hogy bárkit is ellehetetlenítsen. De azért hozzá kell tennem egy fontos elemet, hogy az elosztói teljesítménydíj, ami 0 forint jelenleg fizetésére, az a áramot termelő kötelezett, ahol egy átlagos háztartási energiafogyasztáshoz képes legfeljebb 4 kilowattos teljesítményi új kiserőmű üzemel. Abban az esetben, hogyha ez a kiserőmű 4 kilowattnál kisebb teljesítményű éves szinten, akkor azt lehet mondani, hogy nem fenyegeti semmilyen díj a áramtermelőt, így valóban 4 kilowatt alatt nem keletkezik fizetési kötelezettség. Hozzá kell tenni, hogy az átlagos teljesítmény az országban ezeknek a házi kísérőműveknek 2,5 kW, mivel az is nyilvánvalóan látszik, hogy egy jelentős mozgástér van, tehát az emberek többségét, azt lehet mondani, hogy jelentős többségét nem érinti ez a 0 forintos díj, de abban az esetben, ha netántán a hivatal a 0 forintot megemelné, akkor is jóval kevesebb az a fogyasztó, illetve az a áramtermelő, akinek ezt a rendszerhasznált díj elemet meg kell fizetnie. Úgy gondolom, hogy emögött a díj megállapítás mögött a megújuló energia források ellehetetlenítése helyett egy költséghelyes elszámolás biztosításának a szükségessége áll, mert abban az esetben, hogyha 4 kilowatt felett nem állapítana meg semmilyen díjat, mint hogy most nem is teszi a hatóság, de a jövőben sem állapítana meg, akkor a többlet, és jobban elterjednek ezek az energiatermelési megoldások, a többlet energiabetáplálás miatti rendszerhasználati költségek megemelkednének, és ebben az esetben mindenki részére tulajdonképpen szétterítenék ezeket a költségeket, tehát az is fizetné a rendszerhasználati díjnak ezt a részét, aki egyébként ilyen kapacitású házi kísérművel nem rendelkezik. Ez olyan, mint hogyha valaki háztáiban termel, és többletet termel, jóval többletet, piaci méretben is értelmezhető többletet termel, annak az értékesítéséből, a bevételből, illetve a haszonból adót kell fizetnie. Esetünkben ez a feltételezett díj, azért mondom feltételezett, mert jelenleg 0 forintos, a jövőben azt fogja szolgálni, hogy a rendszer használata kiegyensúlyozottabb lesz, és a pont a kisebb fogyasztóknak a védelmét fogja szolgálni. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Kérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ, önné a szó.
Köszönöm, elnök úr, a kérdését mellőzném ennek az elfogadását, tekintetbe véve, hogy azon valótlanságon alapul ez az állítás, amit válaszol államtitkár úr mondott, hogy 4 kilowatt alatt vannak a családi házak. Ezt önnek is tudnia kell, hiszen önök kezelik a pályázatokat, hogy többségük felmegy 6 kilowattig, és néha több is a családi házakon. Tehát valótlan az az állítás, hogy 4 kilowatt alatt lenne a többség. Nem, önök a családi házakra felhelyezendő napelemet akarják megadóztatni. Konkrétan erről van szó, hogy aki idáig nem fordult el teljesen a megújuló energiáktól, az elforduljon, és Moszkván kívül ne lehessen sehonnan energiát venni Magyarországon. Nyilvánvalóan azzal kezdte, hogy köszönni a lehetőséget, múlt héten is megkapták volna a lehetőséget, csak éppen el lett utasítva a kérdésünk, és fel se tehettük az erre vonatkozó kérdésünket. Amit meg kell érteni tisztelt képviselőtársaimnak és államtitkár úrnak, MSZMP, Fidesz, atomenergia, ez a 20. század, ez az, amivel le kell számolni, és a megújuló energiaforrás és a 21. századi pártoknak van itt ideje. Erre kérem, hogy irányozzon a kormányzat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezve önöket elfogadják azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 104 igen, 30 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.